Ezzel a padlizsán alapú meleg szendvicssel garantáltan nem csak a diétázók körében arathatunk nagy sikert, hanem tökéletes vendégváró étel is. Fogyaszthatjuk hidegen, melegen egyaránt. A padlizsán szeletek tetejét pakoljuk meg gazdagon bármilyen zöldséggel, sonkával, amit a diétánk megenged. Mi most kétféle verziót szeretnénk nektek megmutatni, az egyik egy fehérjében gazdag paradicsomos, a másik pedig egy zöldségkrémleves poros. Padlizsán helyett készülhet friss zsenge cukkinivel, a maradék fehérje porból pedig készítsünk levest. A padlizsán pucolás nélkül vágjuk hosszában vékony szeletekre, egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, és vékonyan kenjük le olívaolajjal. A padlizsán szeleteket fektessük egymás mellé a tepsibe. A paradicsom szószos verzióhoz a tomán paradicsomleves fehérjeport keverjük csomómentesre kevés vízzel, és kenjük a padlizsánra. Ha a zöldségkrémleves verziót választjuk, használjuk a port só és fűszer helyett, vagyis szórjuk meg vele gazdagon a padlizsán szeleteket. Pakoljuk meg ízlés szerint sonkával, vékony szeletekre vágott zöldségekkel, apró darabokra szelt mozzarellával. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 perc alatt süssük készre. A Tomen fehérjében gazdag levesporokat meg tudjátok vásárolni a tomendiet.com webáruházból. Ez a meleg szendvics pedig egy tökéletes laza vacsora lehet a rohanó hétköznapokban, de magunkkal tudjuk vinni akár 10 óraira és uzsonnára is. Jól mentsétek el a receptet, mert szeretni fogjátok. Sziasztok!